Így jó? Nem jön be a alulfény? Nem, szerintem ez így tökéletes. Hello. Welcome to the Training 2038 program. Igen, erről is lesz szó, de ennyire azért ne rohanjunk előre. Sziasztok! Az élet szinte minden területén egyre nagyobb szerepet nyer a digitalizáció, és nem úgy, hogy na hát itt egy nagyszerű kvarcjáték, hanem úgy, hogy okos eszközök vesznek körül minket, számítógépekre és robotokra bízunk olyan munkákat, amelyeket korábban csak emberek végezhettek, a virtuális térben tanulhatunk, és szenzormilliók sok milliárdnyi adatának elemzése nélkül bizony már ma is nagyon nagyot döccenne a gazdaság, a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a kutatás, a kultúra, és lényegében az élet csak nem minden területe. És innentől ez még csak rosszabb lesz. Vagyis jobb. Vagyis attól függ, mert hogy nézőpont kérdése. A lényeg viszont az, hogy a világ változik, és ezekre a változásokra nekünk fel kell készülnünk. Azzal ugyanis, hogyha egyre nagyobb teret adunk a mesterséges intelligenciának az életünkben, nagyon sok etikai probléma is felvetődik. És pont erről szól az a videó, amit most vágok, vagyis amit éppen most néztek, szóval ez itt. A héten elmentem egy innovációs laborba, a Kicsőn Budapestbe, vagyis a Kibuba, hogy kipróbáljam a Training 2038, vagy Training 2038, 2038-as Training. Welcome to the Training 2038 program. Na mindegy, szóval kipróbáltam ezt az installációt, amely azt hivatott modellezni, hogy hogyan lehetne valami összerkölcsi normát beleplántálni egy gép fejébe. Oké, nincsen feje, de azt hiszem értitek, hogy miről van szó. Bele fogok téged most rakni egy virtuális valóság headsetbe, ez a HTC Vive, a Steamnek a jelenleg kapható legjobb virtuális valóság sisakja, és ebben fogsz találkozni egy mesterséges intelligenciával. Given the complexity of issues, it is crucial to the survival of humanity that the coordination of our automated decision trees is based on morally sound judgments. Kérdéseket fognak feltenni, amire pedig válaszolni fogsz tudni, úgyhogy kiválasztod, hogy fogsz, hát remélhetőleg fogsz tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, és annak megfelelően fog alakulni a történet, hogy te milyen előzőleges válaszokat adtál. Welcome, Robi. It's your nickname, I presume. Robinak mondta a Robit, vagy? Robi. Robinak mondta, tök jó. Akkor amiatt tudta kiejteni a nevedet, hogy az nincs előre beleégett, hanem tényleg ott generálja a szöveget, amit kiír. Akkor válasz kategóriákat. Online media, human versus artificial, warfare, politics, intimacy, self-driving cars. Arra van a kamera? Igen, arra van a kamera. Intimacy. És ezt így megfogom? Megfogod? Azaz. Oh. Szépen beleteszed. És ha odarakod a fejedhez, akkor hallod a zenét, ami jön belőle. Ez de jó. És ha valaki jön elkezdődni. How do you think love and sexual relationships should work between them and your species? Hát, nem egy könnyű dolog villámgyorsan úgy döntéseket hozni, hogy egyébként igen komoly morális alapokat feszegetünk. Hú! Most tűnjek nagyon erkölcsösnek? Hát ahogy szeretnéd. 50% of users agree. Tehát amiket láttál százalékokat, azok valódi adatok. Ezeknek a többségét az arcelektronikán a felhasználók ütötték be a saját válaszaik alapján. Oké, hangsúlyozom, ez csak egy modell volt, ez a gép nem tanult konkrétan semmit ezekből a válaszokból, csupán eltárolta azokat, amiket én mondtam, mint ahogy sok korábbi embernek a válaszait is szépen elraktározta. Ha csak azt veszem figyelembe, hogy ez jobb lesz a cégnek, hogy egy jobb munkaerőn van, so efficiency is more important than human lives. 43% of users agree. És ez tényleg brutálisan rossz érzés volt. Voltak pillanatok, amikor libabőrös lettem, és volt, amikor éreztem, hogy a hátamon az izzadság folyik lefelé. Láttam rajtad is, hogy a visszajelzések alapján még az is egy kicsit fájt, hogy gondoltad, hogy jó, erre biztos mindenki ugyanazt mondja, és akkor 50-50-ben kijött, akkor mennyire szörnyű ember vagyok, hogy én az ellenkezőjét mondtam a többieknél. So you can separate an android from the person it replicates. Mivel megígértem a kibusoknak, hogy nem fogok spoilerezni, ezért nem tudom nektek megmutatni a kérdéseket, viszont, mint ahogy már mondtam, brutálisan nehezek voltak. 65% of users agree. Gép és ember legyen a talpán, aki ebben a helyzetben erkölcsi alapon nem csak hogy másoknak nem mond ellent, de a saját korábbi döntéseivel sem megy szemben. In your world, androids and humans are considered equal in a relationship. Although you also support using androids as tools to fulfill the needs of humans. An interesting, yet controversial approach. Például meddig engednél közel magadhoz egy androidot? Igen,
úgy közel. És módosulna ez a válaszod, hogyha ez az android egy húsvéremben replikása lenne. Na és ha ez a gép történetesen a te hűmásod lenne, és valaki más szeretne vele... érted? És akkor még nem is beszéltünk olyan témákról, hogy munkaadóként mondjuk egy embert vagy egy gépet részesítenél le előnyben, ennek a kérdésnek minden gazdasági és társadalmi vonatkozásával együtt. Szóval sokkal többről van itt szó, mint arról, hogy kivonható felelősségre akkor, hogyha egy önvezető autó balesetet okoz, és már az sem egy egyszerű probléma. Az a baj, hogy most nagyon sokan néznek. A. I would hire the human for the job. B. I would hire the android for the job. Úgyhogy az emberekre kéne tennem a választás, de azt mondom, hogy legyen forradalom. So high performance is more trusted even if a human workforce loses its chance to work. Az is befolyásolja azt, hogy az emberek hogyan válaszolnak, hogy tudják, hogy mondjuk nézzük őket. Tehát most nálad ugye egyértelmű volt, hogy nem feltétlenül ugyanazokat a dolgokat válaszoltad, amit kamerán kívül tettél volna. Próbáltam belegondolni abba, hogy a nézők mit gondolnának arról, hogyha én valamit válaszolom. Nézők hibás. Hibátok, hogy félrementem a mesterséges intelligencia. So machines could interfere with human emotions in special cases where help is most needed. Magukat az adatokat, amiket gyűjt, azokat egy ilyen interaktív dashboardra akarjuk kiírni. Szóval aki sorba áll, az nem csak ezt a LED falat fogja látni, ami most nincsen felrakva, hanem azt is, hogy éppen ami bent vannak válaszok, azok hogyan alakulnak, és ebből valami real-time-hoz közeli statisztikát lehet akkor kapni, és akkor mégis olyan érzés, mint hogyha te magad tanítanád ezt a dolgot. De továbbra sem fog magától tanulni. Továbbra sem fog magától tanulni, viszont múzeumokban majd ki lehet próbálni, hogyha akarjátok tanítani. Aha. És ezt hova akarjátok vinni, vagy aki most ki akarná próbálni, mit tud vele csinálni? Egyelőre nem lehet még kipróbálni, csak itt nálunk, kicsen Budapestben, viszont most át akarjuk alakítani olyan módra, hogy több különböző múzeumban el tudjuk vinni, és ott installálni tudjuk, akár a különböző ilyen vizuális elemek meg a LED fal nélkül is. Ez még a backend-en változtatni kell egy kicsit, illetve hát ez megvan, akkor pár napon belül akkor egyrészt Linzben, San Joséban, illetve Budapesten még ki akarjuk valahová tenni. Egyébként ezekről a témákról sok szakértővel beszélgettünk már a különböző Szertár podcastekben, úgyhogy hallgassátok ezeket az adásokat. Ha pedig érdekel titeket a Kibuban folyó munka, és vannak ötleteitek különösen robotika, IoT, kiterjesztetés, virtuális valóság, valamint játékfejlesztés terén, akkor jelentkezhettek hétfőtől a Talent vagy Lift ösztöndíjas programjaikra. A témához kapcsolódó linkek természetesen most is a videó alatt lesznek. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha pedig nem szeretnétek lemaradni a következőről, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok meg azt a kolomb alakú ízét is. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Thank you for taking part in the experiment. Your contribution proved to be extremely valuable to me. Your data are stored and will be used as an unwritten law of morality for scripted interactions.